Jó estét kívánok, kedves nézőink! A Makói Városi Televízió szerda esti híradóját látják, köszöntöm Önöket! Jöjjenek legfontosabb híreink! Az előző évekhez hasonlóan idén sem maradunk hűsítő nélkül. Múlt századi relikviák a múzeumban. Fürdőfesztivál Berecki Zoltánnal. Hazánkba is megérkezett az Európa szerte már jellemző hőség, amely akár veszélyes is lehet egészségünkre. Főként az idősek, a gyermekek és a szív- és érrendszeri problémákkal küzdők vannak ekkor kitéve igazán nagy veszélynek. A korábbi évekhez hasonlóan Makóváros önkormányzata idén is több olyan intézkedést vezetett be, amelyek segíthetnek átvészelni a lakosoknak a forró napokat. Ilyen nagy melegben a szakemberek javaslata szerint indokolt a bőséges, akár napi 4 liter víz elfogyasztása, illetve a hűvösben való tartózkodás. Ezekben szeretne az önkormányzat is segítségére lenni a makóiaknak. Ezért ugyanúgy, mint az elmúlt években, most is frissítőpontot hoztunk létre itt a Csipkesoron az infópont előtt. Ez azt jelenti, hogy a délelőtt 10 órától délután az esti órákig frissítőt adnak a kollégáink itt. Ezen kívül párakapukat állítunk fel a város különböző pontjain. A mai napon már egy párakaput felállítottunk a korona előtt, az OTP előtt található téren, és természetesen továbbiakban is fogunk felállítani párakapukat. A hagymatikum előtt fogunk néhány napon belül egy újabb párakaput felállítani, ezzel is igyekszünk egy kicsit hűsíteni a járókelőket a városban. Az alpolgármester mindehez azt is hozzátette, a Városgazdálkodási Kft. Munkatársai elkezdték az utak locsolását is, valamint felhívta a lakosok figyelmét, hogy több olyan helyiség is van a városban, amely klimatizált és mindenki előtt nyitva áll. Ilyenek a nagyobb bevásárlóüzletek, a belvárosban akár a pénzintézetek vagy a buszpályaudvar. Kiemelte, hogy ilyenkor a szervezet nagy igénybevételnek van kitéve, ezért mindenki figyelmét felhívja, hogy vegye igénybe ezeket a szolgáltatásokat, amiket a város biztosít. Stábunk megkérdezte a makóiakat is, hogy hogyan viselik a hőséget. Aránylag jól viselem. Mondjuk azért a délidő, de nem igen mászkálok, de így, amíg nem melegszik fel, addig igen. Vagy délután, a 3-4 után már. Bent a panelben mondjuk, ott azért egy kicsit keményebb, de túl leszünk ezen is. És milyen a párakapu? Tetszik? Szereti, kedveli? Igen, úgy egy pillanatra. Egy pillanatra azért hasznos. Meg gondolom azért az idősebbek vagy a gyerekek is, azok is nagyon élvezhetik. Hát kis medence van kint, meg a hűvösben állunk, kis parasztházban, és akkor ott jó hűvös van még. És itt kint a városban, ugye most ez az első párakapu, amit kitettek, de elvileg lesz több is, akkor önök is kedvelik? Kedveljük, persze, Csenge meg nagyon szereti. Bár a nyár eddig kegyes volt hazánkhoz, most egyelőre úgy tűnik, a következő hetekben felkészülhetünk a további hőségre. Az előrejelzések szerint ugyanis igazi enyhülés, lehűlés majd csak augusztus 20-a után várható. Kerámiák és textilek, értékes használati tárgyak, több száz képeslap és levél. Csak néhány alkotóelem abból a példátlan hagyatékból, ami Istók Margit zenepedagógus végrendelkezése alapján a József Attila Városi Múzeumba került. A hosszú és aprólékos restaurálási és leltározási munkálatok már megkezdődtek annak érdekében, hogy a nagyközönség számára minél hamarabb láthatóvá váljanak a nagy jelentőséggel bíró relikviák. A neves zenepedagógus Istók Margit végakarata szerint minden ingóságát a marosmenti településre hagyta. A rengeteg tételből álló hagyaték a József Attila Városi Múzeumhoz került, ahol az elmúlt időszakban megkezdődtek annak feldolgozási és restaurálási munkálatai. Az értékes darabok között találhatók kerámiák, textilek, étkészletek és játékok egészen a 20. század elejéről. A polgári família meghatározó szerepet töltött be Makó életében, a fennmaradt hagyaték komoly várostörténeti jelentőséggel bír. Egy meghatározó család volt tulajdonképpen, és ez a hagyaték, ez teljesen egybe maradt. Nagyon ritka dolog, hogy egy teljes családi hagyatékot megkapjon egy múzeum, egy házban lévő teljes berendezéssel, használati tárgyakkal, ruhákkal, díszítő elemekkel, ékszerekkel, sorolhatnám tovább ezeket a tárgyakat. Tehát ez egy nagyon különleges esemény a mi életünkben, a múzeum életében, hogy egy ekkora nagy anyag ide került.
Makóváros önkormányzata még 2013-ban határozott arról, hogy a múzeum tulajdonába bocsátja a hagyatékot kezelésre. A tárgyak a József Attila utcai Istókházból kerültek átszállításra, általuk betekintést nyerhetünk a település múltbéli polgári életének mindennapjaiba. Az ingóságoknak komoly tisztító és állagmegőrző folyamatokon kell átesniük, mielőtt az intézmény raktárába kerülhetnek. A múzeum raktárába csak tisztított, konzervált tárgyakat hozhatunk be, tárolhatunk, mert különben lefertőzi az egész gyűjteményünket, tehát nagy odafigyelést igényel. Ezeknek a feltételeit most sikerült megteremteni, és Bőrcsök Attila gyűjteménykezelőnk vezetésével történik ez a feldolgozás, ez a tárgyaknak az átszállítása a múzeumunkba. A múzeum udvarán történik a tisztítás, és amikor megtisztultak ezek a tárgyak, kimosták, átvasították, akkor ide bekerül a raktárba, itt leltári számot kap, illetve hát lelettek mérve, néhány adattal ellettek látva. Az intézmény munkatársainak elmondása szerint az ingóságok palettája olyan széles, hogy minden nap fedeznek fel valami különlegességet. A család szellemi hagyatékának kezelője az 1993-ban megalapított Istók Alapítvány, amelynek fő célja, hogy a makói általános iskola és alapfokú művészeti iskola Bartók Székely intézményének kiemelkedően teljesítő, szép eredményeket elért növendékeit jutalmazza. A múzeumban tovább folytatódik az aprólékos munka annak érdekében, hogy az érdeklődők minél hamarabb megtekinthessék majd ezt a nem mindennapi hagyatékot. A közönség legnagyobb örömére a Fürdőfesztivál első fellépője az Emerton díjas Berecki Zoltán volt. A koncertet számos program követte, így a vendégek például betekintést nyertek a hagymatikum masszázs kínálatába, valamint country táncokat is láthattak. Berecki Zoltán változatos repertoárral érkezett Marosmenti településünkre. Saját dalai mellett több hazai és külföldi slágert hozott a hallgatóságnak. A neves előadó stábunknak elárulta, hogy a közeljövőt illetően milyen terveket dédelget. Nagyon szeretnék összekiadni egy új albumot, ami azt jelenti, hogy az elmúlt, hát most már 8 év, mert utoljára 2010-ben adtam ki teljes albumot, természetesen azóta is nem szüntem meg dalokat írni, és nagyon sok mindenféle produktummal jelentkeztem, de egy picit szeretném összefoglalni az elmúlt 8 évet, és mellé rakni egy pár olyan dalt, ami még csak valahol fönn létezik. És megnyitni az ajtókat, hogy leérkezhessenek, szóval egy ilyen 10-12 dalos albummal fogok jelentkezni, ezen dolgozom. A rendezvényen bemutatkozott a hagymatikum gyógy és wellness részlege. A vendégek akár ki is próbálhatták a hétköznapokon is igénybe vehető masszázsok széles választékát. Heti egyszer javaslok mindenkinek masszást, kortól, testalkattól függetlenül, foglalkozástól függetlenül, mert én azt vallom, hogy mi azt valljuk masszörök, hogy azért heti egyszer igenis kell, hogy az ember egy kicsit magára figyeljen, lazuljon, és oldódjon az, ami letapad, az, ami csomós. Ezt követően a 3 éve alakult Ferencállási Kukutyinkánti Táncsoport lépett a színpadra. A Fürdőfesztivál első napjáról készített hosszabb összefoglalónkat Csütörtök Esti Társalgó című kulturális magazinunkban tűztük műsorra. Az Életre Valók tábor sztárvendége Szentpéteri Csilla zongora művész, aki fiával csatlakozott a makói gyermektáborhoz. A fiatalok a színes programok mellett a Kukorica útvesztőbe is ellátogattak, ahova stábunk is elkísérte őket. Az idei tábor témájának az életre való nevelést választotta Nadobán Zsuzsanna, a Bartók Tagintézmény tanítónője és a programok vezetője is egyben. Azért ezt a mottót választotta, mert elengedhetetlen a mai fiatalok számára, hogy megállják a helyüket a mindennapokban. A táborhoz ezúttal Szentpéteri Csilla zongoraművész és fia is csatlakoztak.
Nadobán Zsuzsi tanítónő, egyben a barátnőm is, így én is részt vehettem közel, hát 5-8 órán keresztül, egyrészt a gyerekek életében, másrészt, hogy annyi-annyi program volt, hogy én is újra részese lehettem az ilyen kamaszkori visszaemlékezéseknek. Ez az útvesztő, ez számomra teljesen ismeretlen volt, tehát én sose hallottam róla, és akkor mondta Zsuzsi, hogy jövünk Izzomborra egy kukorica útvesztőbe, akkor Kristoffal fölmentünk az internetre, és megnéztük, hogy néz ki ez a labirintus. A zongoraművész számára a legnagyobb élmény, hogy fia is belekóstolhatott abba a marosparti világba, ahol ő maga is felnőtt. Fülöp Szentpéteri Kristóf már a második táborosztatásban segít, ami saját bevallása szerint pozitív élmény számára. Nekem azért is különleges itt Makón, mert ugye anyukámnak ez a szülőhazája, másrészt pedig nagyapám azóta is itt él, és az a jó, hogy így a táborral együtt, így a rokonsággal is többet tudok lenni, tehát családozok is. A tábor pedig olyan tapasztalatokat ad, hogy hát például hogyan kell megoldani, hogyha a gyerekek között vita van, egy szabályt hogy magyarázzak el, úgyhogy mindenki figyeljen rám csöndben, ne legyen elpillangatás, sikongatás, beszélgetés. Szóval tényleg oda kell figyelni, koncentrálni kell, és aztán jól sikerül minden, hogyha az ember is jól reagálja le. Kincses Bettina már több éve részt vesz segítőként a Nadobán Zsuzsanna által szervezett táborokban. Elmondása szerint az utolsó turnusban 25 lelkes fiatal vesz részt, akikre a számháborúzáson át a meseírásig különféle foglalkozások vártak, azonban a gyerekek leleményességére is szükség volt. Például boltba kellett 200 forintért minél több dolgot vásárolniuk. Volt egy csapat, akik 12 dolgot is vettek, tehát nagyon ügyesen megoldották. A hét hátralévő részében is számtalan színes programot szerveznek a táborban lévő gyermekeknek egészen péntekig. Egy héten keresztül 4 színművésztől tanulhatnak a gyerekek a 7. Kocsis György színjátszótáborban. Mesétől egészen a balladáig több szerepben is kipróbálják magukat a növendékek. A tábor célja, hogy önbizalmat és spontaneitást adjon. A tanultakról szombaton tartanak bemutatót a Hagymaházban. A Varga Balett Táncműhely nyáron 3 tábornak ad otthont a Kálvin téri református általános iskolában. A legkisebbek már bizonyítottak a balerina táborban, a nagyobbak pedig még ezután fejlesztik tudásukat. A héten kicsit más vizekre vesztek, és a tült félretéve különböző szerepeket osztottak a gyerekekre. Idén 7. alkalommal indították el színjátszó kurzusokat, mely 6. éve viselik Kocsis György színművész nevét. Amikor kitaláltam a tábort, akkor az volt a cél, hogy a tánckúzusnak a mintájára ne csak a mozgással, a testünkkel próbáljunk meg kommunikálni, beszélni és megismerni különböző tánctechnikákat, táncstílusokat, hanem nagyon fontos, hogy a hangunkkal is tudjunk bánni, önbizalmat nyerjünk, megismerjünk színdarabokat, és ennek a népszerűsítése volt a fő cél, és erre hívtunk meg színművészeket, akik fantasztikusan nevelik a mi gyermekeinket. Pap Gabriella színésznő, a Szegedi Pince Színház tagja a legkisebbeket vezényli, akikkel a Minden Egér szereti a Sajtot című mesét dolgozza fel. Komáromi Anett, a Békés Csabai Jókai Színház művésze, mese egyveleget állít össze, melyet a gyerekekkel közösen ír meg. A felső tagozatosokkal és a középiskolásokkal Szilágyi Anna Mária és Tege Antal foglalkozik. Az Ágnes asszony, a Tetemre hívás, Velszibárdok és a Pázmán lovag 4 darab balladát fogjuk bemutatni, amiben természetesen van szomorúbb, tragikusabb és ugye vidámabb ballada is. Mindegyiket a megfelelő stílusban próbáljuk eljátszani, kicsit eltúlozzuk a Pázmánlovagot, és megpróbáljuk nagyon komolyan eljátszani a Tetemre hívást. Én idén a Banya Bál című szösszenetet csinálom meg a gyerekekkel, ami nem egy közismert mű, de majd most megismerik az emberek. Próbálom viccessé tenni, humorossá tenni, legyen benne próza, kis mozgás, tánc, és nagyon sok helyzetgyakorlat, nagyon sok szituáció, amivel remélem, hogy mosolyt csalunk a nézők arcára. A tábor igen népszerű, hiszen 4 korcsoportban 50 gyermekkel foglalkoznak a színművészek. A makkuiak mellett Szegedi, Békés Csabai és egy budapesti jelentkező is akadt. Borka Zsombor már visszatérő tanonc, ugyanis 6. alkalommal vesz részt a táborban. A színjátszáson nagyon sokat gondolkozunk. Én jövőre fogok érettségizni, és van egy tanárom, aki ebben nagyon segít, és gondolkoztunk azon, hogy a színművészeti egyetemre megpróbáljak majd felvételizni, de ez még így nem tudom biztosra, hogy mi lesz. A színjátszókúzus tanulói élesben is bizonyíthatnak, ugyanis a héten tanultakat szombaton 11 órai kezdettel a Hagymaház színpadára viszik. Az előadásokat a nagy közönség ingyen tekintheti meg. Lássuk legfontosabb híreinket még egyszer röviden.
Az előző évekhez hasonlóan idén sem maradunk hűsítő nélkül. Múlt századi relikviák a múzeumban. Fürdőfesztivál Berecki Zoltánnal. Kedves nézőink, ne feledjék el, ha lemaradtak a híradóról, anyagainkat megtekinthetik a VTV Makói YouTube csatornáján, vagy látogassanak el weboldalunkra a www.makotv.hu-ra, ahol megtalálják és visszanézhetik híreinket. Híradónk után megmutatjuk a holnapi időjárást, azonban előtte elmondom, milyen műsorokkal várjuk Önöket az este folyamán. 18 óra 17 perctől az Erdők alján vizek mélyén című természetfilmet tekinthetik meg, ezután 18 óra 45 perces kezdettel a Törzsasztal című borászati és gasztromagazin tűztük műsorra. 19 óra 15 perctől pedig Fogadó óra című közéleti magazinunkat láthatják, melynek vendége Lázár János országgyűlési képviselő lesz. Kedves nézőink, ez volt a szerda esti híradó. Legközelebb holnap jelentkezünk ismét friss hírekkel, tartsanak velünk akkor is. Én már a búcsúzom, kellemes estét kívánok, viszontlátásra!